Ebben a részben egy pulyka lebegni fog. Beszorulunk egy bányába. Bekerítenek az állatok, és kitöröm a nyakam. És még sok más. Nézd végig, hogy nem maradj le. Hogy miért lett törölve a mentésem, azt fogalmam sincsen. Nem nagyon emlékszek olyanra, hogy újra telepítettem volna a gépem. Meg ezt előről kell kezdenünk, de akkor költözzünk is át. Ez legjobb alkalom, hogy átköltözzünk valami más helyre. Sajnos már elég közel voltunk az előző részben, hogy megvegyük a fegyvert. Jó, akkor menjünk Silver Ridge-be, nem? Talán ott nem voltam. Fogalm sincs az a baj. De jó, akkor kezdjünk egy új játékot. Ahol ne mondd, hogy megint beszélni fog a Pali, kérlek. Csend legyen. Ah, ne. Szép. Nagyon is szép. Wow. Várj már, kinda ismerős. Voltam már itt, vagy nem? Vagy csak hülye vagyok? De nagyon ismeretlennek és újnak tűnik. Grafikát lehet feljebb kéne vennem. Csak az a baj, kevés az FPS-em. Micsoda út? Menjél már! Meghazott a busz. Úristen, el is felejtettem, hogy ilyen lassú a karakter. Te most szivatsz. Azt a rohadt. Wow. Ezen a mappon még soha nem voltam. Menj már. Ott van egy... Ez rohadt szép. Halljátok-e? Ez wow. Már most látom, hogy itt ez a mi mappunk, srácok. Be tudnál fogni a pofáját? Ja, hogy az ott egy outpost? Hát akkor haladjunk, mert túl lassan futunk. Nem tudom, hogy kell elővenni az inventory-t. Ezt rég játszottam. Look at that! Nagyon megbasztam. Úristen, és most tudtál odáig elfutni? Te normális vagy? Azt a rohadt, de lassan fut a karakter. Ezt el is felejtettem. Ez most valami vicc. Biztos lehet valami skillt fejleszteni, amivel sokkal gyorsabban futunk, mert ez borzalmas. De ez az út nagyon adja. De nézzük, mekkorát csaptunk bele. Szívre próbáltam célozni, de olyan szarul célzok, hogy ezt már ti is tudjátok. Van egy shotgun, ami is ítélem? Oh, here it is. No organs, just now. Oké, szerintem telibe elment a lábom mellett, vagy nem tudom. Most teljesen feleslegesen futottunk ide, most mehetünk. Ja, tényleg a küldivel lehet a legtöbb pénzt keresni. Nincs olyan messze! Azt mondja, nincs olyan messze! Hát ez hülye. Hol egy kvad? Na, biztos lehet kvadot kérni. Hogy kell kvadot kérni? Ja, várjál, be kell foglalni a posztot. Tényleg. És akkor megjelenik az a kis doboz. Hát biztos nem fog sétálva menni. Oké, megérkeztünk az outposthöz. Először megszerzem ezt a cuccot. Most már látni mindent. Ó, tényleg kapunk érte XP-t, nem? Látjuk, hogy mi van közlünkben. Hogy a map szélén vagyunk, nem is lehet arra elmenni. De béna! Hát oké. Kívülről... Nem, kívülről nem tudom elérni a üzenet. De miért nincs egy állat sehol se? Szóval, hogy így... Érted, be van állítva. Be se lehet állítani. Talán felrakom ezt 80-ra, bocs, hogyha titeket idegesíteni fog, de engem zavar az, amikor úgy látok, mint hogyha egy csövön néznék el. Hát ez nem csoda. Itt vagyok, igen. Pin up a flyer at the trailhead. Ja. Okay. Let's go. Tovább. Kussoljál már. Kedves faszom, adjad a pénzt. Na, adjál már pénzt. Végre! Az Isten áldjon meg! Puta! Jaj! Nagyon laggolok! Már elfutott kusvá! Ez szélye, geci. Hát látom, egyet állsz, hogy túl kurválom. Lehet futva kéne tovább mennem, mert ez a játék mégiscsak arról szól, hogy állatokat kell gyilkolni. És talán kevésbé hallanak meg, várjál. Be tudom fújni magam? Igen, ezt kell. Befújom magam. Na és most sokkal jobb lesz. Járművet ott hagyjuk. Nem szemetelünk, csak mégis. Körösni kell állatot, ami megint beleakad a fába. Mint kiderült, kurva jól néz ki amúgy ez az erdő, hogy rohadjon meg. Szóval, hogy mint kiderült, a túl sok fa miatt beakadnak. Álljál már! Úristen, nagyon mozog a kamera. Fordulj már! Fordulj már meg, mit csinálsz? Ott egy szívlövés. Halló? Hajd már meg! Mik ezek felém jönnek, nem? Bazeg, újra kell húzni manuálisan, hogy rohadjon meg.
Beakadt. Már megint újra kell húzni. Ja nem, újra kell tölteni manuálisan. Öcsém, hogy rohadjál meg. Érted? Itt volt csomó esély, hogy megöljem őket. És szinte minden történt mellélettem. De ezt leginkább az FPS-re fogom fogni, jó? Most nézzétek meg. Van 45 FPS-em. A monitor meg 144 Hz. Mi a fasz? Oké, okay, jó játék. Tetszik. Tetszik ez a map is. Hello. Hello, csirke. 586 cash. Nice. Itt azért voltak lövöldözések. Oh! Oh, man! Azt úgy meglőttem, kiköpte a belit. Látok, srácok, hova lett? Vagy az agyam nagyon confused, ugyanis egy hegyoldalon vagyunk, és minden fa ferde, és az agyam mindig megpróbálja a képet, amit látok, egyenesbe állítani, és olyan furcsa, mert ferde az egész, és... Ah! Nagyon confusing. Szívót! Szívót mondom neked. A kurványát pont én mozdűz, he. De annyira laggolok, nem tudok célozni. Na de kell... Az anyát picsáját csinál. Na! Na mert teli van vérre, he. Akit meg itt lőttem meg, azzal most mi van? De várjál, ma volt egy organhites izém, ugye? Vagy nem volt organhit? Hát sem nehéz ezen a hegyen navigálni. De hol halt meg? Az egyik biztos meghalt. Legalább kettő. Hagyjad már magad. Ja, hogy újra kéne tölteni. Közben itt gondolom, hogy ti kiabáltatok, hogy úristen, nincs töltény a fegyverben, tölts már újra, te hülye. Fölrobb... Na végre! Ered, fölrobbadjuk a testszervit. Azt él még 500 percet, hagyjad már magad. Na, mennyi az annyi? Basz! Nem kaptunk sok pénzt. Rohadjon meg. Nice job a fejed. Szóval azt tanultam a netről, hogy minél több XP-t és pénzt kapsz elvileg az alapján, hogy minél gyorsabban megölöd. Szóval, hogy mindenképp a szívét kell kilőni, mert akkor azonnal meghal, és az jó. De ahhoz, hogy biztos meghaljon, kell nekünk egy jó fegyver. Erre futottak, szóval lehet mindjárt beléjük ütközünk. Már most a videó elején megkérdezem tőletek. Nem. Ász meg köcsög. Nem látod, itt se vagyok. Állj már le! Mi van, beteg vagy? Nézd meg, ez hülye. Az ott most az... Hol a feje? Az nem, az egy bizon, az leszarom. Na, szóval, hogy küldizünk, mint mindig. És egy csomó pénzt fogunk keresni. Úristen, de ferde a ház! Csak azért, mert hegy... De mi... Ki az, aki ferdén épít egy házat, vagy most az én játékom ment tönkre? Azt mondja, mi a franc? Azt a rohadt, és ezt mind cipeljem el. Hát, az anyát tökét. Azt mi bűszámoltad ki? Hagyjál már, annyira van messze. Az annyira nincs is messze. Akkor gondolom elfuthatunk odáig, és akkor talán lelövünk valami jót. Töljük le azt a fazban, azt ott mondom. Hol van-e vajon a szíve? Olyan dagat. Ott. Avagy ott. Avagy valahol ott. Haj már, meg az Isten áldjon. Édes Istenem. Ha az nem hal meg, akkor nem tudom, hogy mi fog. Akkor futkorázzunk egyet, aztán nézzük meg, hogy mi történt. Remélem, hogy átlátom a szívét. Nézzük meg, hol van az a szerencsétlen, ugyanis itt szaladgált, mint egy élettelen. Nem, akkor az a tüdeje volt. Hogy rohadjon meg? Szóval tüdeje megállította a szívét. Mi a fasz? Itt is átláttam egy vital organ hitjét. Mi a franc? És itt is? Avagy csak ennyire vérzik? Elvileg, és itt is? Na várjál, majd kiderül. Hip-hop meg kellett halnia, hogyha ilyen rohadt sok vért vesztett. Oké, de hóhat meg? Na végre, hogy meghalt, de ez mi?
Ez mi, hogy 1000 év múlva hal meg? Hagyjad már magad. 600 forint, hagyjad már. Na, mi volt ez? Ó, úristen. Szóval a szíve az nagyon lent van. Húsi. Azt eltörtem a csontját. Mindegy, legalább kapunk pénzt. Valami sincs, hogy hogy kell lövenni az inventorimat már megint. Hogy így. 3000 forint. Ájjaj. Ugye nem? Nagyon laggolok, he! Haj már, meg mi van veled? A kurva anyárat. És csak megy, és megy. És meg nem áll. Állj már meg. Mi a fa? Beleküldtem 500... De miért? Ez így mi? Ilyen az életben nincs. 555? Azt mondja hús. Oké, talán. Nem tudom. Aztán átlátom ezt. Ok. Aztán... Ó. Oh. Oké, szóval... igen. A soti az nem a legjobb. De a lényeg, hogy szétdaraboltam a hátsó csontját, de mégis tudott futni. Rohadjon meg. Nem fog most elmúlni ez az izé? Most komoly nem fog eltűnni. De nem fog most eltűnni? Halod, de most mi van? Bebugolt. De ugolj már föl, ne legyél kisgyerek. Akkor átugrik, bazzeg, mint egy csecsemő. Hát ugolj már, te nyomor. Gyomor. Az igen, na mindegy. Na! Édes Istenem. Nincs mit. 10.000 forint lesz. 10.000 forint lesz. Eltűnne már ez a kódex izé? Csak 1000 forint hagyjad meg! Azt mondtam 10.000 lesz, nem 1000. Hát az kenyeret nem tudok venni belőle. És mikor fog elmúlni az a kódex valami? Bányához kell menjek. Oh, Jesus! Ahogy éreztem, hogy valahol itt lesz. Miért olyan messze? Kell egy kavad. Tényleg, vajon teleportálásra állt? Nem tűnik el a kódex! Sőt, az pénzbe kerül, tudjátok mit? Hogy tudom elmenteni a játékot? A faszt érdekel. Exit to mind menü. Elvileg elmentette a rák, tudja. Aztán continue. Oké, eltűnt. És ugyanaz a küldünk. Oké. Mit tök a pörkbe? Ja, hülye vagyok. Mert túl kevés az FPS sem. Ezért csinálunk egy olyasmit, hogy overclockolok, és a GPU az nem nagyon örül neki, de... Ah, hapácska, oda nézzetek. 10 FPS növekedés majdnem. Már most megért. Tökéletes. Van 10 FPS-sel több. Egyben 10%-kal több esély, hogy crash-elek. Jaj, nagyon gyors. Így 44 km óra, óra, az fejlep óra. De a fák nagyon dugusa. Mindjárt megérkezünk, dó. Jaj! Ezt muszáj megjelölnünk, mert XP-t kapunk érte, érted vagy van ő. És mi van? Wow! Kapunk is érte XP-t, vagy csak... Na azért mondom. Ugye itt nem lesz egy nagy drop-down. Uh-oh. Jaj, de gyorsan megyünk! Oké, megállított egy bokor. Oj! Oj! Nem tudom, mi történt, de túléltük. Mi van? Indra. Ez neked bánya? Nincs is itt semmi. Ha! Oh, ne kezd már megint. Ugye nem ragadtunk itt bent. Oh, basz meg. De itt most az a baj, srácok, na látjátok, hogy múltkor el tudtuk hagyni a világűrt. Most viszont nem. Én pedig nem vagyok hajlandó még egyszer megtenni 2 kilométert. Itt van valami. Na? Léci, engedj ki. Ezt nem bírom. Nem bírom ezt épp észre. Oké, szóval egyedül, ahol betrakadtunk itt, jutottunk be. De nem tudunk kijutni. Nincs ilyen beragadtam, segíts nekem gomb.
Én nem vagyok hajlandó újra megtenni 500 millió métert. Ez azért olyan, mint Harry Potterben, bazdmeg a fal. Nem lehet átmenni. De hogy van az, hogy simán be tudok sétálni, ki pedig már nem tudok jönni? Én ezt nem értem. Hogy van ez? Kimegyünk úgy, ahogy bejöttünk talán. Látjátok, itt be tudok akadni. Majdnem meg volt. Talán majdnem meg volt. Nem, valahogy így jöttünk be, nem? Főfele néztünk. Oké, most fentebb vagyunk. Viszont dolva, bazd meg, faszomat. Most nem mozdulunk, megnyomjuk a térképet, megnyomjuk ezt. Elmenti a játék, kilépünk, system, exit to main menu. Szóval most elmentette azt, ahol vagyunk. Elmegyünk, continue. De miért? Elmentette azt, hogy hol vagyunk. Az anyát rohadja el meg. Nem tehetek megint meg 2 kilométert, csak mert ez szar egy szar. Most akkor jövök a pirossal. De mi? Menj anyádba. Gyertek köcsögök, elütlek titeket. Vajon utol tudom érni és elütni? Léci. Léci játék, legalább ezt add meg nekem. Léci, gyerünk! Mi? Én sérültem meg? Én? De mi a fasz? Hogy vedd már elő a pöcsörette nyomoréget. Azt a kurva élet, bazd meg. Azt, te hogy a gecimbe nem halsz meg? Tudti, hogy a szíveret találtam el? Álljál le. Haló? Slomélyek, csak azért is megnézem. Hol lőttem meg? Itt is ott össze, mint egy szerencsétlen. Mindegy, lényegtelen, hogy merre ment. Itt sétált előttem. Hova lett a lábnyoma? Vegye már hülyeségeid, de... Azt mondja, very love. Megpróbálunk megint szívre célozni. Nézd meg a sánta köcsög! Szétlőttem a pofáját, azt nem. Nem akar meghalni. Mi? Csak akkor sánt itt össze, amikor rád nézek, hogy állj le. De azt mennek kempingezni. Megpróbálom levőni azt a izét. Ez tuti találat volt. Nézzük meg. Ha ez sem volt szív, akkor el kell mennem személyzetre, nem tudom. Mert vak vagyok. Vagy izé, kéne tanulgatnom lőni. Oda töltök csak, hogy ne legyen probléma belőle. Szóval így jut le a hegyön. És szíven küldtem, és ezt mindenki látta ugyebár, hogy szíven küldtem. Valahol itt lehetett. Hagyjál már ezt a hírséget, azt mondja, Norgans itt, persze, ahogy ne. Hát, ahogy ne, direkt úgy céloztam. Hát jó, akkor tovább a küldetésünkre. Sietnünk kell. Ugyanis az van, azért jöttem vissza. Mi a faszom, hogy a bokor nem enged magába, állj? Szóval, hogy észrevettem, hogy visszagyűnnek. És azzal, hogy igazából ezt már a legelső, talán legelső Call of the Wild videó óta mondom, hogy ha meglősz egy állatot és elmenekül, és szerinted nem ölted meg, avagy többen is vannak, akkor ne menj utána, mert visszagyűn. Na jó, van, hagyjad már magad. Most mi van, ez meg hűt? Akkor a szívet kapott, hagyjad már. Látod, milyen sokan vannak? Ezt mit csinál? Megnézzük, hogy mekkora a seb. Jó van, hagyjad már. Kell valami jobb hely. Kicsit visszább jövök. Mert itt jobban rájuk látok szerintem. Jobban le tudok adni egy szívest. Illetve itt nem is látnak, figyeled? Tökéletes hely. Most már csak várunk ő. Nagyon sok helyig. Nem tudom, mennyi rész van, meg várjatok. De ne, most fagy, mi ez? Miért mutatja a tálcát? Állj már le! Ez hülye. De most miért mutatja az azt a tálcát? Állj már le.
Szóval srácok, az van, hogy kurvára szüneteltetve volt a felvétel, és szart se láttatok, hogy mi történt az elmúlt fél órában talán, vagy 20 percben. Lényegében pár, amiről lemaradtatok, az nem más, mint hogy... Bazeg újra kell töltenem, tölts már gyorsabban, mi van veled? Az ige, azt figyeled. Azt figyeled, geci, a fasz! De hogy lehet ennyire élettelen, balfasz, bazzik. És bazzik, megint innen kezdtetem előről. De érted, ott van előtte, rálövök, és sikerül mellé lőni ennek a balfasznak, bazzik. Na de, hogy akkor miről maradtatok le, mert kurvára nem ment ez a felvétel, bazzik, mindegy. A lényeg, hogy bebújtam egy bokorba, lerajzolom nektek paintbe, mert muszáj tudni. A lényeg, hogy volt egy fa, nagyon szép fa, és volt előtte egy ilyen bokor. Én itt voltam, a jó kis fegyverre. És azzal, hogy volt a hegy, ami lényegében így nézett ki, és jöttek le a... Hogy rajzoljak izé fejet? Szóval gyűjtek le az őzek, vagy mi a rák, meg a szarvasok, tudod, ami valahogy így néz ki. A hegyről, viszont jöttek le, majd jöttek fel a hegyen, a hátam mögött, ugyanúgy szarvasok. Meg őzek, you know. És az van, én nem tudtam fókuszálni ezekre, mert jött egy csomó őz, amiből volt vagy 5 darab, de abból 3 darab átgázolt a fán és a bokron, amiben én voltam, és így kicsúsztam a bokorból valahova ide. És ezt észrevették a hegyről lejövő őzek, de semmi gond, mert visszafutottam a bokronba, mint hogyha mi se történt volna. És azt mondták ezek a szarvasok meg őzek, hogy nem történt semmi. Aztán sikerült lelőnöm egy szarvast gerincen keresztül, és egyből meghalt. Illetve sikerült egy másikat is lelőni, azaz egy őzet, aminek ellőgtem a nyakcsigolyáját, és az is szép lassan meghalt. Aztán elhagytam a területet, és lényegben ez történt, amiről ti tökre lemaradtatok. És ez annyira szomorú, mert érted? Tök jó jelenet volt, tök tiszta izé, mint nem tudom, valami filmbe illő jelenete volt, és lemaradtatok róla. A rohadt életbe. És megint indulhatunk meg visszafele, de jó. Na, hamarosan megérkezünk. Oké, és megint le kell ugratnunk? Ojaj, lehet nem lesz az jó. Mennyi a maximum sebesség? 60 km per óra, confirmed. Megint... Hogy is mentünk le? Jaj! Már nem azért, de most mi van? Várjál, ez a felle. Fejtető vagyok, bazzeg, ja fasz! Valaki segít. Oh no! Oh no! Tudok mozogni! Oh no! Oh no! Oh no! Remélem megjavul, hogyha... Az Isten áldjon meg! Ezt a kurva! Kitört a nyakam, vagy nem tudom mi volt. Szerintem ez az eddig legjobb rész ebben a játékban. Passzáig! De jó! Elmegy a truck! Megtalálunk a kempet. Gotta go fast! Jaj! Mit csináltam? Ups. A jók. Oké, abba hagyta. Mi az a sárga csík oda fönt? Oké, duplán beszélsz. Oké. Na, srácok, az van, hogy rohadt éhes vagyok. Szóval itt hagylak titeket, hozok kaját, zabálni. És hogyha esetleg azt halljátok, ahogy csámcsogok, akkor így jártatok. Most, hogy itt vagyok, és zabáltam egy kicsit, bár még mindig itt valami is, szóval. Nyam-nyam. Lényeg, hogy megyünk a küldi felé. És megnézzük, hogy mit kell csinálni. Bár a játék előre elmondja, hogy mit kell csinálni, szóval tudjuk, hogy újra kell rakni valami táblát, vagy mi a rák. A tábla nincs itt, viszont az árnyéka, igen. Az nem baj. Oj, meg fog halni. De nincs itt a tábla.
Várjatok, ezt muszáj látnotok rendesen. Shadow quality. Nincs ott a tábla, az árnyék viszont ott van. Hallod-e? Ugyanannyi FPS sem van. Akkor lehet magas árnyékon hagyom már akkor a dolgokat. Szóval, hogy így... És akkor most mi van? Srácok, a tábla az még mindig nincs ott. És hogyha esetleg megkérdőjeleznéd a quad állapotát, nem kell aggódni, nincs rossz állapotban, csak gőzzel működik. Szóval, ja, ez ilyen gőzüzemű gőzkép, gőzmotor, aki nem tudná, hogy hogy működik, lényegében alágyújtasz a szénnel, felmelegíti a vizet, gőz lesz belőle, az meghajt egy dugattyút, vagy szilindert, és tadá, működik. Szóval nem kell aggódni a füst miatt, gőzzel működik, szóval, ja, ez ilyen a régi technika, tudjátok. Padlógázzal jövök le a hegyen, olyan, de jó. Most mi van? Oh, no! Szóval itt láthatjuk, hogy mi történik, amennyiben a gőzmotor túl forrósodik, a lángok az felcsapkodnak. Tökre nem értek a gőzmotorokhoz, próbáltam megérteni őket, és ennyit értettem meg, hogy van benne víz, van alatt a tűz felmelegíti a vizet, lesz belőle gőz, a gőz belemegy egy dugattyú vagy hengerszerűségbe, és bum! Nem lesz robbanás, csak a gőz nyomástól kezd el hajtani a dolog. Miért beszélek erről, hogyha egy vadászos játékban vagyunk, öcsém? De amúgy ahhoz képest nagyon menci a tűzeffekt, szóval nekem tetszik. Nagyon is tetszik, nagyon menő a tűzeffektja. Remélem nem gond, hogy telibe itt van egy fa mellett. Nem baj, max leég az egész erdő, mi van abban? Még szerencse, hogy a közelben robbantunk le. Ugyanis biztos, hogy nem bírtam volna neki 500 méter gyaloglást. Szerencsére csak 200-at kellett. Oké, szóval megérkeztünk a hülyék kempjéhez. De honnan tudja, hogy ha nem is küldtem neki képet a rohadt telefonon, és nagy eséllyel még csak izésiny. Szóval nincs térerő, nem tudok neki képet küldeni, nem tudok vele beszélni. Max rádión keresztül. De akkor hogy a rákomba látja azt, amit mi látunk? És a faszért szól bele mindig, hogy mégis mi a rák van. Hadd kommentáljam már én, hogy hol vagyunk és mit csinálunk. Mert amint megmozdulok, nézd meg, mi fog történni. Luplán beszél. De jó. Nem kéne felvenni a telefont? Nem kéne felvenni a telefont? Nem kéne Nem kéne felvenni a telefon? Eltűnt. Mindegy, ez már nem a mi gondunk, én leszarom. Én nem azért jöttem ide, hogy másnak a gondját hordozzam. Srácok, nem jelenik meg a fegyver. Eltűnt valakinek az apja. Kus, már! Öcsé, mennyit beszél? Próbálom elmondani, hogy éppen nem jelenik meg a fegyver, se a shotgun, se semmi. Lábam sincs. És egyszerűen nem tudok semmit se csinálni, még csak célozni se, lőni se. Szóval a játék elfelejtett visszaadni az irányítást. Úristen, odáig kell elmennünk, ami azt jelenti, hogy oda kell mennünk, ott lemegyünk, itt végigmegyünk, aztán menjünk el balra. Aztán jobbra, aztán fel. Avagy visszamegy, hogy a quad az tönkre ment. Avagy futunk. Most melyik a rövidebb? Innen végig quadozni, vagy futni? Mi a fasz? Már dörög is a játékban? Szerintem elmegyek az outposthoz. Az lesz. Aztán szerintem újra belépek a játékba, mert be van bugolva, ugyanis nem tudom előzélni. Aztán belépek, és akkor lesz végre a fegyverem. És lekérek egy járművet, és elhúzunk a jó büdös fa. Nagyon szép amúgy a terület, nagyon tetszik. Annak ellenére, hogy nagyon... Béna gépem van, ezért muszáj alacsonyabb grafikán játszanom. Ahhoz képest is egyszerűen nagyon gyönyörű. És amennyiben szeretnétek támogatni, hogy jobb gép legyen, akkor link leírásba, Jami. Jaj, de pénzizé, ezt így kell, gyerekek. Pénzizé vagy, hogy hívják? Kódulok itten a neten. Na, szóval... Csak 400 méter. Ugyan már, hát hip-hopot leszünk. Miért érzem, hogy ott lesz a kabin? Na jó van, emünk az outposthoz. Bla bla bla. Jó, addig szünet.
Amennyiben hallottatok a háttérben bármilyen kattogást eddig, akkor az véletlenül sem azért volt, mert egy óra volt a falon, és elfelejtettem levenni, hanem mert tönkrement a fejetekben egy fogaskerék, és az kattogott megállás nélkül, és idáig kattogott, ugyanis nem tudta eldönteni, hogy feliratkozol-e vagy sem. Na most, és most, hogy nem akadt be, és nem kattog végre semmi sem a fületekben, ez azt jelenti, hogy, hogy fel kell iratkoznatok, mert rájöttetek, hogy ez a jó döntés, az a megfelelő döntés. Szóval amennyiben nem iratkoztok fel, akkor megint hallani fogjátok a kattogást a háttérben, ahogy eddig is. A kibaszott életben, hogy azt a rohadt órát elfelejtettem levenni. Remélem nem nagyon volt idegesítő, ugyanis nem fogom kivágni a hangot. Megpróbálom valamennyire eltüntetni, hogy ne lehessen annyira hallható, ilyen effektekkel, meg ilyen szarok. Egyszerűen nincs szívem kivágni azt, ami eddig történt, mert ez az eddigi legviccesebb rohadt Call of the Wild rész, legalábbis szerintem, vagy nem tudom. És egyszerűen nem fogom. A rohadt életben már. A rohadt életben, hogy elfelejtettem. Az a baj, hogy azért felejtem el, mert én olyan szinten hozzá vagyok szokva, hogy folyamatos kattogás van itt, hogy már észre sem veszem. Szóval egyszerűen egyáltalán nem zavaró számomra. És úgy kezdtem el, hol van. Tudtam, hogy ott lesz, hogy róla. Ó, várja, van egy, ott is. Oda megyünk akkor. Szóval, hogy úgy kezdtem el a videót, hogy akkor kezdjünk neki, és így nem nagyon hallottam, hogy lenne zavaró tényező a háttérben. Szóval elnézést kérek mindenkitől, akit felcseszett ez a háttérzaj. Megpróbálom, hogy ne legyen többet ilyen. Léci, ne öljön meg valaki. Jó, az csak egy győz. Na, most például pont le tudnám lőni, de nem tudom, mert nincs fegyverem, mert tönkrement ez az har. A lényeg, ez is azért van, azért kattog ilyen hangosan, mert nincs pénz olcsóbb mechanikára. Szóval, hogyha szeretnétek, hogy ne legyen több kattogás, és be legyen Ne, nincs fegyverem, léci! Léci, nem lenne fair. Menj tovább, léci! Nincs fegyverem. Ez nem fair így. Menj csak tovább. Hagyjál béké. Szóval ott tartottam, hogy amennyiben szeretnétek, hogy ne legyen több ilyen kattogás, és legyen pénz egy jobb mechaniká megvásárlására, amivel az óra sokkal halkabb, és nem is lehet hallani majd a háttérben, akkor megint csak a támogatás ott van a leírásban. Nagyon mennek itt a bokorokban valamik, és félek, hogy egy medve vagy valami, ami megöl. Na jó, van, nem untatlak titeket, odavágunk, amikor már ott vagyunk. Mi van? Warning call. Oh, Jesus Christ. Nagyon sok... Az egy kecske. Nem, az egy őz. Szóval nagyon sok medve van erre felé. Szóval nagyon remélem, hogy még időben elérek oda, és elmentem a játék pozíciót, mert baj lesz, hogyha megint meg kell tennem ilyen rohadt sok métert. Amúgy rohadt gyönyörű ez a map. Nem tudom, hogy mondtam-e már, de ja. Biztos, hogy mondtam. Na, végre megérkezünk. Talán nem az utolsó méteren fog megenni minket valami, vagy valaki. Szóval, ja, megérkeztünk, gyors elmentem. Mielőtt kikresel a játék, és akkor megint lehet mászni egy csomó métert. Ez most nem gőzüzemű, szóval ez most ilyen. Nem tudom, mennyire érthetétek. A lényeg, hogy akit keresünk, neki meghalt a nője, és most megkeresi azt a helyet, mi a neve, ahol elvette, vagy nem tudom, mi a fasz. Nem tudok magyarul, mindegy, biztos értették, akik angolok. Nem tudnak angolul. És sok a medve. Szóval, hogy... És mivel ebben a játékban még soha az életben nem láttunk egy rendesen meganimált létező élőlényt, azaz embert, ez egy nagy eséllyel meghalt. Szóval, hogy így leszpoilerezzem nektek. Aha, most azért kaptunk pénzt, mert teljesen feleslegesen követtünk egy nem létező embert. Tökéletes. Jobbra nem is vágyhattam volna. Oké, mióta megy a felvétel? Még csak 2 órája, és olyan sok minden történt, legalábbis pár dolog ki lett vágva, főleg a sok futás, meg ilyenek, szóval ezt biztos nem láttátok. Ah, megjelent a fegyver, what? Ja igen, mert azért tűnt el a fegyverem, meg ilyenek, mert hogy ha rajta vagy a
A quadon akkor nem tudod használni a fegyvereid, meg ilyenek. Viszont leszállsz róla, akkor meg igen. Szóval fel kellett rá, újra szállnom és le, hogy megkapjam a dolgokat. Jó van. Lényeg, hogy mit mondott? Find the source of the scream. Le kell menni odáig, jó? Jaj. Hát jó. Legyen ez az utolsó küldünk. Ugyanis szerintem elég sok dolog történt ebben a videnyóban. És hogyha szeretnétek többet, akkor azt mindenképp jelezzétek. De addig is megyünk és megnézzük, hogy mégis mi a fene történik oda át. Valahogy kéne legyen egy út. Ha ez lenne az út? Nem hiszem. Szerintem eltévedtem. Akkor megyünk telibe egyenes neki. Ó, jaj. Nem látok. Addig milyen jól vezetek, oda nézzél már. Tiszta pró vagyok. De szép a hely, oda nézz már. Hát hihetetlen. Gyönyörű. Na, ne csúszkáljál már. Ez nem a Tokyo Drift. Hogy ki tervezte meg ezt az erdőt, hogy de balra kanyarodok, miért jobbra mész? Hú, a hegy oldalról nem kéne olyan gyorsan lejönni, nem? Wow, Jesus Christ. Miért érzem azt, hogy megint le fogok esni, mert hogy tönkre megy a jármű, és akkor megint elvesztem a fegyvereimet? Nem kéne olyan gyorsan menni, vagy de... Ugrattam egyet. Mindegy, a lényeg, hogy most gőzmozdonyunk van. Nagyon szépek a hegyek és a kilátás is, ahogy láthatjátok. Ott futott valami. A bokorban, jaj! Nincs gond, még működik. De hogy van az, hogy... Hagyjad már magad. Nehogy már az utolsó pár száz méteren halljam. És már megint elvesztettem a fegyverem! De nem á! Az utolsó 100 méteren, hagyjad már magad. És hogyha megjelenik most épp egy animal... Mit kellett interaktálnom? Nem is volt itt semmi. Az erdőben ott tég a izé. Mi? Mi a medve? Nem fair, nincs fegyverem, létsz... de van, mi a fasz? Inkább előveszem a shotgun-t. Oké, és most mi van? Én ezt egy deliver bell and dropped her phone. Na mégis mi a rákot csináljak itt? Itt egy égő quad. Mégis mi a francomat csináljak? Szerintem valamit beakasztottam már megint. Vagy most tényleg izé meg kéne találni valamit? Investigate the area where Baden dropped her phone. Szerintem bebugolt a küldi. Where Baden dropped her phone. Something that she heard when coming from wood. It was Baden and we really need to track her down before she hurts herself. Can you follow this up? Heh. Those look like fresh footprints. Ja, hogy ez? Plans are derailed. Miért ismerős ez? A víz amúgy miért így van jelezve? Miért nem szimplán csak kék? Na, szóval srácok, sok minden történt. Nem fogjuk folytatni. Amennyiben tetszett ez a rész. Csapjatok egy likét, és akkor nem tudom megjelenni. De ez már megint dumább, az meg nem tudja befogni a pofáját. A lényeg. Hogy, igazából ennyi, hogy remélem tetszett. Hát ha válaszoljátok meg a kérdést, amit mondtam, és akkor találkozunk legközelebb. Na, sziasztok!